Sziasztok, szép estét kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát ígéretem ellentétben nem a Resident Evil Village-et fogjuk folytatni ilyen olyanokból, hanem az Elden Ringet fogjuk folytatni. Tegnap elutaztunk már Nokromba, és ott egy kicsit tevékenykedtünk. Ma este is ezt fogjuk folytatni. Van még pár dolog, amit így fel kell fedezni, úgyhogy akkor ezt fogjuk tenni. Sziasztok, szép estét! Szerintem kezdjünk is bele. Oké. Jó, na. Lássuk is. Jó. Van pár terület, amit még nem fedeztünk fel. Itt Nokronon belül. Úgyhogy akkor ezt tesszük most. Még szerintem a mob fragmentünk sincs meg. Jó, hát arra kellene mennünk abba az épületbe. Az igen. Oké. Majdnem megtámadtam a kecskét. Nyilván arra állt rá a target lock. Na, mindegy. Oké. Okay. Oh. Jó. Jó, körbenézünk. Nem tudom, hogy oda valahogy le lehet-e jutni. Szerintem az nagyon magasan van. De majd lehet, hogy megpróbáljuk, hát ha. Onnan föntről le ugrani. Micsoda hangok? Ha. Érdekes. Oké. Okay. Oh. Vannak ilyen lövöldözősök is. Okay.
Csak megnézem, hogy erre van-e valami. Szia Kekerényi, szép estét. Ugye ott voltunk. Hello, Horn Grounds. Ez egy kínai oolong-tea, vagy oolong. Nyilván esélytel, hogy helyesen ki tudja mondani. Ha beírod Google-ba, akkor ad ki némi nemű leírást. A lényeg, hogy ez egy kínai tea. Ez a szarvas nekem... Hello? Hát ez nagyon nem tűnik élőnek. Jó. Na, mindegy. Miért érzem úgy, hogy ezek majd valamiért fel fognak ébredni? Valamit kellene így csinálni, amitől fölébred. Jó, hát oszlopokat nem láttam. Már olyat, amit nem gyújtottunk még meg. De ezért benézek még egyszer ide. Nem, így se látok ilyen meggyújtható oszlopot. Jó, hát oda leugrani biztos nem tudunk. Az nagyon mélyen van. Kérdés, hogy hogy tudunk oda lejutni. Na, meg kell keresnünk az utat oda lefelé. Itt vannak a medúzák. Ó, itt egy kis nyersanyag. Hó, ide föl lehet jönni. És ott van egy item. Ezt jó, hogy észrevettük. Hát inkább megyek gyalog, mert lóháton ez veszélyes. Model necklace. Hmm.
Hát valamire arra le lehet menni. Nem látom még pontosan, hogy hogy. Igen, itt lehetett lemenni oda, akkor még itt erre eljövünk. Hát, ha van valami, ami kimaradt tegnap. Ugye itt is voltunk tegnap. És ezt az oszlopot is meggyújtottuk. Itt volt a sok-sok patkány, és még oda is átmentünk, és azt is kilútoltuk. Hát akkor menjünk arra lefele tovább. Most itt jobb ötletem nincsen. Lehet, hogy ott még ott maradt pár dolog. Lehet, hogy ott is vannak oszlopok, amiket meg kell gyújtani. Igen, erre. Hát igen. Szerintem ott is van egy oszlop például. Aztán vagy meg lehet gyújtani, vagy nem. Oké. Jó, itt van ez a Grace. Leülünk, csak hogy reseteljünk, de megyünk is tovább. És akkor itt megy egy kis parkúrozás. Itt volt ugye ez a nagy medvesajt, akit meg aki leugrott, tulajdonképpen öngyilkos lett tegnap. Szerintem itt voltunk, tehát itt körbejártunk valamelyest. Itt leugrani se lehet. Mármint, hogy le lehet, csak nem tanácsos. Jó, hát akkor... akkor nem erre kell jönni. Akkor megyünk tovább. Lehet, hogy csak ott lehet leugrálni nem tudom. Lehet, hogy ott lehet tényleg leparkúrozni oda, az a lenti részhez. Hát megpróbáljuk, most körbejárunk még itt.
Hát erre sem nagyon van semmi. Hát meg tényleg itt ezt kilútoltuk azért tegnap. Ott is volt ez a gondolkodó csáva a peremen. Hát lehet, hogy ott tényleg ott kell ugrálni. Csak ott valahol le lehet szépen. Mindig majd akkor áttépézünk oda. De itt azért még egyszer körbe megyünk. Mintha ott a vízes és mögött lenne valami. Ó. Oh. Mégpedig ez. Ez a loot volt itt. Smithing Stone. Nagyon jó, tudunk majd fejleszteni. Oké. Pajzsosok, nagyon idegesítőek. Jó. Itt semmi. Itt volt ugye díj, aki jött utána segíteni a gárgolyokat legyőzni. De itt se lehet leugrani. Úgyhogy akkor már csak annyi lehet, hogy még itt körülnézünk. De szerintem Boss Arénában nem nagyon szokott lenni semmi. Itt nincs ló. Jó. Nem, itt nincs semmi. Na, még oda benézünk hát, ha. Ja, itt jöttünk be. Oké. Jó, itt sincs semmi. Oké, hát akkor menjünk tovább. Hát nem, itt tényleg nincs semmi. Ugye itt van a koporsó, ami fölvisz a Deep Root-hoz.
De így semmi más. Itt van ez a Grace. Na, akkor lepihenünk ide, és szerintem átmegyünk a másikhoz, aztán megpróbálunk ott leparkúrozni valahogy, ha lehet. Ó, melyik is volt? Igen, a Mimic tier talán. Gyanús ez nekem. Van egy olyan nézésem, hogy le fogunk zuhanni és meghalunk. Ez a legbiztosabb érzésem most ebben. Hát nem is tudom, hogy hova lehetne ott ugrani. Hát igen. Oda kéne. Hát szerintem oda se tudok átugrani. Hát vagy de. Oké. Okay. Jó. Hát ha már itt vagyunk, akkor csak körülnézünk. Ha van itt valami item. Oh. Jó. Hát akkor gyerünk vissza. És akkor ott a másik végén megnézzük, hogy hogyan tovább.
Jó, hát akkor végül is itt le lehet jönni. Oké. És akkor valószínűleg ez a bejárt út is. Lent is vagyunk alapvetően. Celestial Dew. Na vajon az mire lesz jó? Church of Wows. Carry out absolution. Na meglátjuk, hogy ez mire lesz jó. Van egy tippem, de nem biztos. Hát nézzünk szét erre is. Aztán majd valahol ott le kell megint ugrálnunk. És tényleg csak itt végig szaladok, hogy van-e valami loot. Smithing Stone. Nagyon jó, akkor elég sokat tudunk majd reméljük upgrade-elni a fegyvereken. Aha, ott is van egy oszloptán. Akkor csak le kell valahogy menni. Aha, és szerintem ott kell valahogy leugrálni. De nem szeretem ezt az ugrálást. Sőt, mintha itt oldalt is le lehetne. Ez nagyon magasan van. Ja nem, így nem. Így pont jó. Oké, és persze akkor itt is el lehet menni. És majd itt kell leugrálni. Ja. De előtte körülnézünk mindenképpen. Hát itt most pont nincs semmi. Hát ez van. Na és
És akkor hol van ez a... Hát itt nagyjából. Ja, oké. Ezt nem hiszem el. Ott ugrani kellett volna, nem csak leesni. Ja, jó, mondjuk így oké. Letett ide. Na, itt van Marika. Jó, ennek örülök. Ez lehet, hogy egy kicsi hiba egyébként így a játékban, de most ennek örülök. Kifejezetten. Mert nem kell újra... ugrabugrálni. Hát ezek még... Jó, szombosnak tűnnek. Ott jön egy ilyen buborék. Még legalább nem valami gyorsak. Jó. Azt hiszem elfogytak. Oké, még egy upgrade item. Na, akkor most, hogy lent vagyunk, akkor most már körülnézhetünk. Thank you.
Clemens Harpoon. Jó, csak... Ah, még itt van egy. Itt pedig egy Golden Rune. Ah, kettő is van. Azt mondtam, hogy nincs semmi. Nem, erre nincs semmi. Vagy csak gyalog lehet, gyalog lehet. Ó! Oh. Egy kis gríz. Ide visszajövünk majd. Csak tényleg körbe akarok egy picit járni. Ah, szia Sedit Adri, szép estét! Ó, ott lehet lefele menni tovább. Ezt az oldalt átnéztük, most jöhet ez. Aztán mindjárt kiderül, hogy ezen az oldalon nincs semmi egyáltalán. Á, nem segít Adri semmiről. Ugrabugráltam, leestem, meghaltam, ilyesmi, szóval semmi különös. Jó. Hát ezen az oldalon én nem találtam semmit, akkor szerintem lemegyünk itt lent, ezen a területen körülnézünk, aztán utána megnézzük, hogy az ott kicsoda, meg micsoda. Egy Golden Rune mindig jól jön. Hát itt, igen, ide le lehetne ugrani. Tán. Szerintem erre lehet majd tovább jönni. Akkor menjünk föl, nézzünk meg, hogy mi az ott. Attól tartok, hogy az ott egy boss jellegű valami lesz. Persze nem biztos, csak így első ránézésre olyan.
De hogy nagyon el van, meg van hajolva. Dragon King, szó. Akartam hílelni, csak korábban kellett volna. Nem baj. Nem tűnik olyan vészesnek. Mondtam már ezt párszor. Oké. Lehet, hogy lovon célszerűbb. Meg kéne egy kicsi plusz stamina. Jó. Szuper. Dragon Halberd. Na. Marika's Scar Seal. Na, az mit tud? Raises attributes, but also increases damage taken. Hát... az összes többi ezt csinálja. Na mindegy. Oké, van még egy ilyenünk. Jó. Menjünk akkor tovább. Nem is tudom, hogy... Ja, itt le kell mennünk, és akkor ott tudunk menni tovább. Úgy tűnt legalábbis, hogy itt a szélén le tudunk ugrálni. Hát jó, letudtunk. Na,
A birkák megint birkák visszatértek. Itt van egy fa. Elvileg lesz itt egy golden seed. Így van. Ennek nagyon örülök. Próbálom nézni, hogy merre kell tovább menni. Egyelőre eljövünk erre. Volt nála egy runárk. Oké. Jó. Ezért érdemes volt eljönni ide. Mehetünk tovább. Tovább. Oké, ott van egy torony, azt meg kéne gyújtani. Nem láttam menet út közben tornyokat, remélem nem hagytunk ott egyet se. Ezt meggyújtjuk. Ó, mit látok ott? Oda el kéne menni. Nehogy már ott maradjon valami. Oké. Arra megyünk majd tovább. Csak még itt fönn szétnézünk. Valaki nagyon... Patkányoknak nem annyira örülök. Igen, erre jövünk tovább.
Itt egy torony, egy oszlop, pontosabban. Ott meg ott van egy olyan. Egy Ash of War. Ah, ott van még egy. Jól hallottam, hogy valami még itt toporog. Szerintem erre kell majd tovább jönni, úgyhogy elmegyek a másik végébe. Mert ott nem mentünk végig teljesen. Hogyha ott lett volna még egy épület, amibe csak be kéne menni. Vagy valami van itt. Ez csak nem egy lift lesz. Ó, ott egy grész. Na, beaktiválom ezt a grace-t, csak hogyha valami, valahol nagyon elkavarodunk, akkor ide vissza tudjunk jönni. Bár még kavarodnánk el. Oké, és még ide lenézek, de itt nincs semmi. Jó, ez egyébként egy liftnek tűnik fölfele. Tehát ez szerintem fölvisz a felszínre. Nem is tudom, hogy van-e kulcsunk. Nincs. Hát akkor lehet, hogy most ezzel nem megyünk fel a felszínre. Mondjuk ilyet tudunk venni elvileg. Igen, szerintem ez fölvisz. Na mindegy, jegyezzük meg ezt a helyet. Aztán majd visszajövünk, ha lesz kulcsunk. Szerintem a Roundtable Hold-ba tán lehet venni. De meg kell nézni. Itt egy TP is. Nézzük meg, mi baj lehet. Vissza tudunk ide jönni végül is. Hát behozott ide. Nem
Már mintha ott lettünk volna kint. És hogyha belemegyek, akkor... átrak oda. Nagyon érdekes lenne. Itt amúgy volt egy csomó oszlop, ezeket majd gyújtsuk meg mind. Ja. Jó. Ja, gondolom itt a tavon lehet át tépézni. Ja. Jó. És itt is egy Grace. Jó, szuper. Mi a... Itt minden ellenséges. Mondjuk ez nem olyan nagyon nagy meglepetés, de... ott szembe is van egy. Az ott eteti ezeket a kis kengurúkat, vagy? Mint ha valami ilyet csinált volna. Na mindegy. Jó, menjünk tovább. Hú. Hát ez egy tényleg jó nagy terület. Nagyon jön utánunk. Beszaladtunk, elhoztuk. Tényleg csak körbe szaladok szerintem a tavon. Ezek amúgy is olyan undorítóak, ezek a... nagy izék. Itt is van egy oszlop. Begyújtottunk magunk alá. Oké. Na, te nem fogsz itt lövöldözni. Meg te se. Thank you.
Itt is itt egy TP. Na jó, nézzük hova visz. Remélem nem viszel valahova Isten háta mögé. Visszahozott ide a legelejére. Ugye? Szerintem igen. Ja. Oh, na, mehetünk végig megint, vagy hát... Igen. Ide átjövünk, áttépézünk. Oké. Arra voltunk. Hát ide még fölmászhatnánk szerintem. Ha föl tudunk. Hogy ne tudnánk. Na. Kicsit körül is nézek akkor. Hát igen, arra kell majd tovább mennünk. Meg itt ezen a részen még körülnézünk. Mert bementünk abba a teleportba. De azért megnézzük, hogy erre mi van. Te a... Oh, a customer. Ó, oh, egy merchant. Ó, oh, és van nála kulcs. Hm. Akkor veszünk is egyet. De ne csak egyet vegyünk már akkor, hanem vegyünk párat. Oké. Okay. Szappan. Úgy egy hasznos dolog. Till next time. Szevasz. Ó, és itt van ez a... Hát...
Shit. Ez nem biztos olyan jó ötlet volt most tőlem. Na, van még kicsi. És több, ugye? Na. Én lehet, hogy visszamegyek csak ez a... Hagyjál békén ez a merchanthöz. Ha, várjatok csak. Mint ha ott bent lett volna valami. Ah. Egy smithing stone. Jó. Na. Én nem tudom, hogy miért itt ücsörög ez a merchant. De ha jól emlékszem, nem lehetett vele beszélni, ugye? Te csak vásárolni lehetett. Hello again. Good customer. Ja. Jó, hát akkor... Akkor... Mehetünk is. Az biztos, hogy egy meglepő helyen ücsörög. De hát ez van. Na mindegy, menjünk tovább. És akkor onnan a teleporttól kellene menni tovább délfele. Vagy hát nagyjából délfele. Ugye ott van fönt a TP. Itt voltak ezek a... Igen. És akkor... Igen, erre jövünk tovább. Leszedjük, mert csak itt lövöldözünk majd minket. Oké. Jó.
Nem, nem. És itt is egy torony. Egy torony, de az már ég. Azt ugye meggyújtottuk. Hát nem tudom, hogy arra vannak-e még. Na mindegy, itt körülnézünk. Ott egy item. Majd ezt valahogy kivarázsoljuk onnan. És akkor oda is be lehet menni. Aha, ott a TP, ami kivitt minket. Tehát egyszer betépéztünk ide. Jó, oda föl lehet menni, de még mielőtt fölmegyünk, itt körülnézünk lent. Hoppá. Ez nem maradjon itt. Okay. És megvan a map. Itt volt gyakorlatilag legbelül. Jó, ennek azért örülök alapvetően. Kicsit könnyebb lesz tájékozódni. Aha. És akkor ezen az oldalon nem voltunk még. Hú, itt van egy csomó oszlop. Ah, csak ez nem olyan oszlop. Érdekes. Ott van fönn még egy. Itt lent láttam egy itemet, azt eljövünk felvenni. Armorer cookbook 6. Valami crafting item. Oda még le lehet menni valahogy. Juppi, mert mi a hatos? Mit tudunk azzal craftolni?
Scarlet Rot ellen. Most, hogy már itt túl vagyunk, Kaelidon ez pont hasznos lesz. Jó, hát biztos, hogy kell majd. Nagyon csak meg. Gyújtsuk meg ezt is. Oké. Na hát az a kérdés, hogy vajon meggyújtottuk-e mindet? Nézzünk fel oda a lépcsőhöz. Nem, még itt van egy. Power gathered somewhere in horned remains. Ó, akkor most azok a szarvasok most élednek föl. Amik ott el voltak, hát... elpusztultnak tűntek. Ó! Hallowhorn Grounds. Igen, az is egy ilyen szarvas volt, csak gondolom ez most így föl fog éledni. Ancestor Spirit. Oké. Ez mondjuk elég királyul néz ki. Ez nagyon királyul nézett ki, azt kell, hogy mondjam. Ez nagyon tetszett. Oké. És akkor én most futkározzak egy csomót, hogy kitaláljak egyáltalán, hogy hova kell menni. Hát csúnya, hát... Ki tudja, hogy már mióta feküdt ott. Elpusztulva, vagy nem is tudom, ilyen... Fogadjunk, amúgy a kiárat ott volt valahol a közelembe, csak nem figyeltem. Nem látom. De majd mindjárt megtalálom. Mert ezért nem dobott. Ja, de ott... De ahol bejöttem... csak megnézem, mert bosszantanul, hogyha lenne ott valami.
Nem, csak egy Marika van itt. Ja. Akkor menjünk is vissza. Hát ja, amúgy lehetne tépézni is, de visszamegyünk itt a... Mi ez? Hát tépéhez is, végül is. Szóval akkor elmegyünk, megnézzük a többit is. Balra lépcső lett volna Marika felé. Hát... Én nem láttam ilyet, most nem megyek vissza. Persze ez majd fog bosszantani, hogyha ott maradt valami, de... Na mindegy. Jó, már csak arra kéne emlékezni, hogy hogy jutok vissza. De szerintem csak tépézni tudok. Amit még viszont meg akarok nézni, hogy ahhoz az épülethez ott lent, hogy tudunk eljutni. Ott eddig is volt Grace. Csak nem vettem észre még. Jó, szintet lépni... Hát még kell. Szerintem ennyi cucc nincs nálunk. Vagy mégis? Hát még kéne 4000. Nem lesz elég. Vagy mégis. Szóval pont nem lesz elég szerintem. Most mi, öljek még egy kengurút? Keresek valahol egy ilyen nagy jobbzsefet. Mintha itt a szigeten lettek volna. Nem. Hogy fogadjunk, hogy a szarvas idézte őket. Gondoltam. Nem. Na. Ezzel meg is van. És akkor legalább szintet lépünk. Endurance-ra edünk, hogy bírjuk a jó armort. Na, valahol itt körül kéne nézni. Igen, itt lehet lejönni ez az épülethez. Itt is van valami. Jó. Preserving biases. De ez a... Nem bírt magával.
Nézzük meg, hogy itt a másik oldalon mi a helyzet. Van egy lift. Nagyon fancy. Okay, és még egy szinten lentebb jöttünk. Ó, tudom, hol vagyunk. De egyszer eljöttünk véletlen. Mert ide van Lindgrave-ből lift. Legalábbis, ha jól emlékszem, de nem biztos, de úgy emlékszem, hogy itt már jártunk, ez az épület rémlik valahonnan. Hű. Ja, tuti, hogy voltunk már ebben az épületben. Csak akkor nagyon gyengék voltunk még. És azért úgy döntöttünk, hogy inkább visszamegyünk. De most már, ha itt vagyunk. Igen, a másik végén jöttünk le, mindjárt el is megyünk oda. Igen, ott a lift. A messzeségbe. És az visszavisz Limgrave-be. Ott van még egy item, azt felvesszük. Semmit nem látok. Hát mondjuk nincs is így nagyon semmi. Lehet már föl is szedtük akkor, amikor eljöttünk ide. Lehet, hogy egy csomó mindent összeszedtünk.
Ja, és itt jöttünk le. És itt van a Grace, amit beaktiváltunk akkor. Ja. Jó, hát... nem is tudom, hogy merre menjünk. Lehet, hogy akkor visszamegyünk leszedni a többi szarvast. Mert itt van egy. Az tuti. Meg nem is tudom, hogy hol volt még. Én nem tudom, hogy ide le lehet-e jönni. Vagy oda föl lehet-e ugrálni valahogy. Még ezt azért csak megnézzük. Mert láttátok, volt egy kis loot. Benne az épületbe. Lehet, hogy semmi értelme lenne. Vagy mégis. Hát... Ott van lent. Oréka Bubbles. Na most már tudnánk ilyet varázsolni, mint ezek. Jó. Na hát... fölvettük. Jó. Na akkor elszállok oda a lifthez. Bár igazából el is tépészhetnénk innen. Mert itt akkor itt összeszedtünk mindent, és akkor mehetünk föl. És segít Adri, majd szeregetjük. Jó. Szerintem most akkor áttépézek ide. Mert szerintem itt volt egy szarvas. Ha jól emlékszem. Abban az épületben. Nem tudom, hogy ezt föl lehet-e éleszteni. Nem, ezt nem lehet. Akkor lehet, hogy nem gyújtottunk meg minden...
jó sikerült. Akkor tényleg lehet, hogy nem gyújtottunk meg minden tornyot, csak... Melyik maradhatott ki? Hol valami kimaradt? Mert itt is van egy szarvas. Akkor lehet, hogy kimaradt egy... Kimorgott. Mint ha valaki morgott volna itt az előbb. Ah! Nem volt sehol oszlop. Itt volt egy a szélén, ott. De az ég. Itt a farkasnál szerintem nem volt. Ja, de volt, de az is ég. Amúgy. Azt is meggyújtottuk. Mert a térképen ezek lennének az oszlopok. Csak az a baj, hogy... Hát máshol nem nagyon van jelölve. És amúgy simán lehet, hogy összvisz egy oszlop hiányzik. És azt nem találjuk. Na talán. Hmm.
És akkor ezt elfelejtettük meggyújtani. Na. Aha. És akkor látjátok, itt most mind a hat oszlop már ég. Ah, tehát akkor lehet itt ellenőrizni, hogy melyik lehet az, amelyik amelyiknél még híja van. Mert akkor megnézzük azt az utolsót is majd. Pontosabban a harmadikat. És betolok egy ilyet, hogy legyen egy kicsit több staminánk. Regal Ancestor Spirit. Hílel, hílel. Ennek annyira nem örülök egyébként. Egyet még bele lehet ütni ilyenkor. Megint hílem. A fight nagy része abból áll, hogy futok. Jövök. Van még HP-ja. De már nincs.
ez is megvan. Szia, Kambli, szép estét! Hát igen, itt nincs ló. Torrent itt nem elérhető. Oh. Ja, a forgó, bukfencező szarvas. Ja, vissza tudok jönni ide. Jó. Mondom... Minek jöttem ide vissza? Na mindegy, megnézzük még a harmadik maradványt is. Hol van a kijárat? Olyan nagy ez a boss aréna, hogy... Ah, ott van. Jó, na gyerünk. Igen, az ott nem... Szerintem az nem elérhető még. Vagy hogy mondjam... Hagyjatok! Akkor még mindig hiányzik egy oszlop ezek szerint. Vagy hát legalább egy. Nem, ezek most nem a denevérek. Itt most nincsenek denevérek. Itt a konyhás néni énekel. Azt nézem, hogy itt az erdőben van-e valahol. De én nem emlékszem, hogy itt... így gyújtottunk volna. Ami jelentheti azt is, hogy nincs, meg azt is, hogy nem találtuk meg. De itt még ilyen jelet se látok arra, hogy mennyinek kellene égni. Nem, gyújtogatnom kell oszlopokat, és akkor lesz
Tehát a konyhás néni az így őrzi, vagy nem tudom, mit csinál vele. Tehát... Mármint, hogy... Ja, hogy a szarvas fejű izékbe, én azt hittem, hogy a szarvasba. A szarvas fejű izékbe szerintem valami buffot ad ezeknek. Gondolom erősebbek lesznek tőle, vagy ilyesmi. Nem tudom, amúgy. Mondom, nekem a szarvast kéne valahogy föltámasztanom, vagy hát így, tehát hogy visszatérjen belé a lélek. Na várjatok egy kicsit. Csalok. Hát ez már szerintem nem ott van. Igen, oda át kell tépézni, tehát itt a környékbe kéne keresni szerintem. És ezt meggyújtottuk most. Ja, csak gyorsan ránézek egy mapra, csalok egy kicsit. Hát szerintem itt mindent meggyújtottuk. Vagy lehet, hogy ezt nem is lehet. Amúgy lehet.
Jó, hát akkor, ahogy látom, azt nem lehet. Itt valami ilyesmit írnak. Így jó. Hát akkor nem is tudom, hogy merre menjünk tovább. De valószínűleg ez ennyi. Arra lent nem voltunk még, ugye? Tehát konkrétan itt a városba. Szerintem oda meg itt lehet valahogy le parkúrozni. Na, ez megint szép lesz. Várjál, ablak nincs nyitva. Rejuvenating boluses. Okay. Valami elkezdett ránk. Oh. Silver tier. Ez valami invader, gondolom. Kaptam. Magányul néz ki. Eljünk ezekért a lepkékért.
Black Red Blade. Milyen jó, hogy van nálunk kulcs. Na, ez kicsoda. Hát... nem túl barátságos. Elvettük a ruháit. Oké, itt egy láda. A mimiktír esés. Ha. Ez az, amit mondanak, hogy ettől lesz könnyű a játék? És nincs FP kosztja. Oké. Na mindegy, gyerünk tovább. Hogy lehet oda átjutni? Talán kívülről. Na majd meglátjuk. Ereszkedjünk itt le. Ez a nagy golyó, ez nekem nagyon gyanús itt. Attól tartok, hogy ez itt el fog indulni. Ahogy mondtam is. Ó, és meg lehet ölni a golyót. Shit. Lárvaltír. Hát ilyen, megindult a golyó. Hát, és még azt mondják, hogy ez a játék nem szép. Hát én nem tudom, hogy akkor mi az. Hogy mi szép, ha ez nem... hát milyen aprólékos. Ez a terem is ezekkel a padokkal. Hát, na mindegy. Ott egy gréz. Ott meg egy csomó ilyen fekete szmütyi.
Remélem ezek nem akarnak átalakulni. Le is pihenünk. Pajzsos. Oké. Celestial Dew. Ez megint az, amivel Redemption-t lehet kapni. Most akciós. Mindjárt megnézzük a inventory-ba, hogy ez pontosan mit jelent. Absolution, nem Redemption. A Church of Wolves-ba. Szerintem az akkor kell, ha eláruljuk Runnit. De ez egyelőre egy erős tipp tőlem. Mert ugye őt el lehet árulni, hogyha Selouvis-nak a questjét teljesítjük, és odaadjuk azt a lötyit valakinek. Akinek nem kéne. Egy kis gyapot, az mindig jól jön. Na, te is átalakulsz? Baszki. Rendesen megijedtem tőle, amúgy. Oké, mehetünk tovább. Körülnézünk, ne maradjunk ki semmi. Na. Ott egy teleport. Miért bemegyünk az épületbe is. Csak megyünk itt egy kört. Semmi nincs. Jó, akkor bemegyünk az épületbe. Fingerslayer Blade, Great Ghost Gloveverse. Oké. Na, akkor most bemegyünk a TP-be.
Ez ennyi. Jó. Akkor tulajdonképpen ezért jöttünk be ide. Jó, hát tudunk szintet lépni mindjárt. Kell hozzá egy kicsi... cucc. És akkor tovább toljuk fel az Endurance-t. És akkor most ki is próbáljuk, hogy... Hát, de mondjuk az izé nincs nálam. Hát, megnézzük, hogy... De szerintem ez még túl nehéz lesz nekünk még mindig. Ah, persze. Simán heavy load-osok leszünk tőle. Jó. Hát akkor még majd fejlesztünk. Jó, rendben van. Hát nem is tudom, hogy merre kellene tovább mennünk. Gyere, leülünk ide, aztán kibogarászom, hogy itt tudunk-e még valamit csinálni. Jó, hát szerintem ez kb. Ennyi. De persze volt nagy tévedtem. Jó, hát viszont könnyen lehet, hogy ahogy ígértem is, ma ez egy rövidebb stream lesz egy kicsit. Úgyhogy lehet, hogy ma meg is állunk. Péntekhez képest ez egy furcsa dolog. De azért kell ezt tennünk, mert én holnap reggel levelezős órát tartok, aztán még föl is kéne rá készülni. Úgyhogy... úgyhogy majd tényleg megállunk. És akkor utána kibogarászom, hogy... vagy hát a következő adásra megnézem, hogy merre megyünk tovább, merre haladjunk tovább. De meg is sokat haladtunk, ugye szereztünk egy Remembrance-t is, ugye ez a Regal Ancestor, ami tök jó, majd meglátjuk, hogy és mire használjuk. De ennek még utána kell egy kicsit olvasnom. Jó, úgyhogy mára én megköszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm a followokat, szubokat, csíreket, donéteket, de legfőképpen az, hogy itt voltatok és néztétek. A jövő heti program még képlékeny, de szerintem vissza tudunk térni a szokásos menetrendre valamelyest, mert szombaton nem leszek Debrecenbe, és akkor biztos, hogy nem lesz stream, de a többi napokon, hát meglátjuk, majd szerintem ott mehet a szokott módon. Holnap nem lesz stream, úgyhogy legközelebb szerdán találkozunk, a programot figyeljétek Discordon,
illetve itt a schedule fülön, most már lesz, fogom írni rendszeresen a schedule fület, igyekszem hét elején mindig update-elni, és akkor látjátok, hogy mi lesz és mikor. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legyen további kellemes estétek és kellemes hétvégétek. További szép napot, sziasztok!